Mik azok az omega-3 zsírok, és miért fontos szedni őket? Ebbe a videóba belesűrítjük a legfontosabb tudnivalókat Dióhéjban. A zsírfogyasztás a 90-es években maga volt az ördög, a kor divat diétái teljes zsírmentességre törekedtek, ami aztán számos olyan káros következménnyel járt, hogyha másból nem, hát abból megtanultuk, hogy a jó zsírok az egészséges életmód elengedhetetlen részei, ezek közül pedig a legfontosabbak az omega-3 zsírsavak. De milyen zsírok is vannak egyáltalán? A zsíroknak két fő típusa van, telített és telítetlen. Ezek a szerkezetükben térnek el egymástól. A telített zsírsav zsírmolekulái egyszeres kötéssel kapcsolódnak egymáshoz. A telítetlen zsírsavak kémiai kötései között legalább egy kettős kötést találunk, ezek az egyszeresen telítetlen zsírok. De akadnak olyanok is, melyek kettő vagy még több kettős kötéssel rendelkeznek, ezek pedig a többszörösen telítetlen zsírok. Ahhoz, hogy hosszú, egészséges életet éljünk és jól érezzük magunkat, a zsírbevitelünk legalább kétharmadának telítetlen zsírsavakból kell állnia. Azon belül körülbelül fele-fele arányban egyszeresen és többszörösen telítetlen fajtákból. A többszörösen telítetlen zsírok a leghasznosabb, legegészségesebb zsírok. Két fontos alcsoport van ezen belül, és akkor több alcsoport már ígérem nem lesz. Az omega-3 és az omega-6 zsírsavak. Utóbbiakban, azaz omega-6 zsírsavakban bővelkedik modern étrendünk, túl sokat is fogyasztunk belőlük. Omega-3 zsírokból azonban közel sem viszünk be eleget. Kutatások szerint a tipikus nyugati étrend 20-30-szor több omega-6-ot tartalmaz, mint omega-3-at. Bár arról még szakértő között is folyik a vita, hogy mi az optimális arány, azt tudjuk, hogy még 100 évvel ezelőtt is teljesen más volt, mint ma. Omega-6-ból csak 4-szer többet vittünk be, mint omega-3-ból. Számos kutatás azt mutatja, hogy egészségünk érdekében ma is minimum ezt az arányt kéne megcéloznunk. Az omega-3 zsírsavaknak három fajtája létezik. Az alfa-linolénsav, azaz ala, ami legfőképpen növényi élelmiszerekben található meg, például diófélékben, magokban, növényi olajokban. Második típusa az omega-3 zsírsavaknak az eikozapantaénsav, azaz EPA, a harmadik pedig a dokozahexaénsav, azaz DHA. Ez az utóbbi halakban és egyéb tengeri élőlényekben található meg alapvetően. Kutatások alapján a három omega-3 zsírsav közül az utóbbi, a DHA a legfontosabb, különösen az agyunk és idegrendszerünk és szemünk fejlődéséhez és egészségének fenntartásához. Az agy és a szemünkben lévő retina nagy koncentrációban tartalmaz DHA zsírsavat, a bennük lévő omega-3 zsírok több mint 90%-át a DHA adja. Nagyon sok kutatás foglalkozott az alacsony omega-3 bevitel és a depresszió összefüggéseivel, már önmagában emiatt is nagyon fontos odafigyelnünk az omega-3 bevitelre. Tudományos bizonyítékok alapján az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a DHA zsírsav megfelelő mennyiségű bevitele kedvező hatásokkal jár. Azt állítják, legalább napi 250 mg DHA bevitele hozzájárul a normál agyműködés és a normál látás fenntartásához. Másodszor, a felnőtteknek ajánlott napi 250 mg EPA plusz DHA bevitel mellett naponta további 200 mg DHA bevitele várandós és szoptató anyáknál hozzájárul a magzat és a szoptatott csecsemő agyának és szemének normál fejlődéséhez. Az agy és látás egészsége mellett számos kutatás foglalkozott az omega-3 zsírsavak gyulladáscsökkentő, szív- és érrendszer és hormonrendszer egészségére gyakorolt, illetve a sport teljesítményre gyakorolt lehetséges hatásaival, valamint, amit már érintettünk, a depresszió megelőzése és kiegészítő kezelése kapcsán ezekből a kutatásokból nagyon sok ígéretes eredmény született. Annyit biztosan mondhatunk, hogy az omega-3 zsírsav olyan, mint egy energiaital, ami egészséges, felemeli a testedet és a szellemedet. Nincs áthallás, ugye? Az omega-3 zsírsavak esszenciálisak, az a szervezetünk nem tudja előállítani őket, ezért fontos, hogy táplálékkal vagy táplálék kiegészítéssel vigyük be. Személyes véleményem, hogy az omega-3 szedés az egyik legfontosabb, amit tehetünk az egészségünk érdekében, mindenképp ajánlom, hogy fogyassz omega-3 kiegészítőt. Jó omega-3 kiegészítőt. Amire nagyon figyelj oda, hogy ha halból készült omega-3 kapszulát veszel, akkor megbízható forrásból származzon. A globális környezet szennyezés miatt sajnos magas nehézfém tartalma lehet a halból készült termékeknek. Ez azért gond, mert ezek, mint például az ólom, súlyosan károsíthatják az idegrendszert.
Mi a netaminnál csak olyan omega-3-at használunk termékeinkben, amely szigorú laboratóriumi vizsgálatokon megy át, és így igazoltan biztonságos. Vagy szedjél vegán omega-3 kiegészítőt, aminek semmi köze a halakhoz. Mindkétféle omega-3 termék megtalálható a Netamin kínálatban amúgy, és én mindegyiket szedem is. Mint mindig, most is el kell mondanom, hogy az étrend kiegészítők nem gyógyszerek, nem helyettesítik az egészséges táplálkozást és életmódot, így legyenek bármilyen ígéretesek az omega-3 depresszió ellenes kutatásai, még a legjobb omega-3 kapszula sem tud odafigyelni arra, hogy ne hagyd túl magad, ápold emberi kapcsolataidat, szeretettel és együttérzéssel fordulj a körülötted levők és önmagad felé is. De ettől még egyértelmű, az omega-3 egy igazán jó befektetés az egészségedbe, évele.